Félénk kiskamaszként rettenetes tartásom volt. A falnak dőlve próbáltam a fejemet is a falhoz rakni, és nem sikerült. A tanárok is, meg a diákok is negatív példaként emlegettek. Most visszagondolva, mennyivel könnyebb lett volna a kamaszkorom, hogyha már akkor ismertem volna az Alexander technikát. Az Alexander technika hatását leginkább ahhoz hasonlítanám, mint mikor meglocsolunk egy hervadozó virágot. Minden élőlény a gravitáció ellenében felfelé igyekszik, ha az élet feltételei megfelelőek. Az emberek többsége meg megfigyelhető, hogy mintha ki akarná cselezni a gravitációt. Tehát megpróbálják a csípőjüket, könyöküket, állkapcsukat szinte a levegőben tartani. Pedig sokkal jobban járnának, hogyha hagynák érvényesülni magukon a gravitációt, mert így tudnak az antigravitációs reflexeink jól működni. A módszer alapelvei igen egyszerűek, de tanári segítséget igényelnek irányok, stoppok. Engedd el a nyakizmaidat annyira, hogy a fejed könnyedén egyensúlyozzon rajta előre, fölfele, így tud a hátad hosszú és széles lenni. Vállaid oldalra elengedettek, térdek iránya előre, a lábfejek irányában. Fontosak az alátámasztási pontok, hogy stabilan álljunk a lábunkon, lábujjak előre a végtelenbe, ülőcsontokra engedjük rá a testsúlyunkat. Mindig legyen meg a központi tengelyed, ami körül a mozgás történik. Tehát ha leülsz, ahogy megy a hátra a csípőd, úgy megy a térded előre. Tehát mindig legyen meg ez a függőleges tengely a mozgásod körül. A testrészekbeli problémáknak különféle okai lehetnek. Leggyakoribb közöttük, amikor félelem vagy stressz helyzetben befeszítjük izmainkat, mint hogy az összes gerincesnél megfigyelhető, hogyha jön a zsákmány, akkor nyakizom össze. Tehát az a baj, mikor ezek már tartósak. Tehát ha stressz helyzetben egy pillanatra befeszülök, úgy tud működni, de sokan megszokják ezt a helyzetet. És a dolog az fordítva is működik. Tehát ha megtanulod koordinálni a testhasználatodat, akkor később stressz helyzetben is jobban tudsz teljesíteni, kiegyensúlyozottabb leszel. Volt egy 65 éves, gerincsérves tanítványom, aki 10 órát tudott venni, mert körülményei nem engedték meg, hogy többet vegyem. Viszont ez alatt a 10 óra alatt nagyon látványos fejlődésen ment keresztül, amit ő is észrevett. Viszont nagyon érdekesen oldotta meg a cipőfűzést. Tehát valahogy hátra vitte az egész lábát egyenesen, és akkor úgy hajolt előre, valami egész érdekes pózban csinálta. Mondta, hogy mivel hogy a gerincsérve miatt ő vigyáz a hátára, ez így kikísérletezte, és ez így tud nála működni, ez így működik, nem fáj tőle, úgyhogy hagyjam őt békén. És mikor elbúcsúztunk a 10. óra után, akkor örültünk annak, hogy milyen jól tudja már használni a technikát, és így sajnálkozva mondtam, hogy sajnálom, hogy ez a cipőfűzéses dolog, ez így nem sikerült mondanom, és mondja, hogy képzeljem el, hogy csinálja, hogy más, nem is tudja már másképp csinálni, egyszerűen csak jött neki, hogy úgy csinálja, hogy én mutattam.